Szeretettel üdvözöllek, ez a Teremtsd Urral vállalkozásod beszélgetés sorozat. A következő vendégem egy ikon, Pataki Ágnes, aki saját magát úgy mutatta be az Insta oldalán, hogy modell és Balázs Béla díjas filmproducer. Én egy kicsit részletesebben szeretném. A 70-es évek elején egy véletlennek köszönhetően került be Rothschild Klára híres szalonjába manökennek, majd a Fabulon cég reklámarcaként szerzett országos ismertséget. Ikonikus fotókon, reklámokban szerepelt, generációk bálványává vált, ő volt az első sztármodell Magyarországon. Később új dolgokba kezdett, két divatüzletet is sikerrel működtetett a Váci utcában, majd egy újabb váltás után filmproducerként kezdett dolgozni, amellyel többek között a legmagasabb állami elismerést, a Balázs Béla díjat is elnyerte. Születésnapja alkalmából jelent meg életrajzi portréja, a Nyitottan a világra, egy rendkívül izgalmas életút története, és egy váltani, változni tudó, fáradhatatlan nő portréja, akinek életismerete, bölcsessége és derűje mindannyiunk számára üdítő és inspiráló példa lehet. Ez a bővebb verzió. Akkor készen vagyunk, nem mehetek igen. haza. Köszönjük, hogy eljöttél. Hát én nagyon vártam a veled való találkozást, mert most jön a személyesebb része. Egy tévéműsor előtt vagy után találkoztunk a stúdióban, amikor én először láthattalak élőben, és én azt bátorkodtam mondani, hogy még gyönyörűbb vagy, mint a fotókon. Mert egy igazi... Ami persze nem igaz. Öröm rád nézni a mai napig, de én abszolút így gondolom. És hát te nyíltan és méltán büszkén beszélsz a korodról, mert a könyved is ugye most egy jubileum alkalmából 70. születésnapodra jelent meg. Hadd invitáljalak egy kis játékra, mielőtt vállalkozóst itt játszunk. Hát bocsássa meg nekem a világ, most, hogy találkoztunk, én ilyen két legyet egy csapásra szeretnék, mert nekem ugye van egy beszélgető sorozat, ami a Teremtsd Urra önmagad, és ez, ahova invitáltalak, ez a Teremtsd Urra a vállalkozásod, mert hogy ebben is nagyon sokszor példát mutatsz, hogy kortól függetlenül, nőként mindig lehet megújulni. A játék a következő, ugye iskolák csatája, hogyha azt mondjuk, hogy ha visszamehetnék az időben, akkor mit csinálnék másképpen, ez egyik irányzat jellemzően, a másik meg, hogy én semmit nem változtatnék, mert ez úgy jó, ahogy van minden. Te hogy állsz ezzel a kérdéssel? Hát természetesen változtatnék, nagyon sok mindent hagytam ki az életből. Tehát nem kivennél, hanem beletennél? Nem beletennék még, mert akkor, amikor azokban a pillanatokban, amikor úgy éreztem, hogy csak ennyit tudok teljesíteni, aha. akkor persze csak annyit tudtam, de így visszamenőleg, hogyha ha ránézek az életemre, akkor belefért volna még azért egy-két dolog, de ez nem jelenti azt, hogy bánom, vagy hogy szomorú lennék tőle, vagy hogy ez nekem problémát okozna, csak a kérdésre ez a korrekt válasz, hogy még belegyümöszölnék néhány dolgot. 2-3 évvel ezelőtti interjútban kaptad azt a kérdést, most megismétlem ennyi időtávlatából, hogy melyik a legkedvesebb, legboldogabb időszakod az életedben, és akkor azt válaszoltad, hogy a mostani. Ez most is áll a mostani. Továbbra is? Igen? Igen. Nem vagyok egy nosztalgiázó típus, sem a rossz emlékeket, sem a jó emlékeket nem idézgetem fel minden este. Nem ragadtál a módban? Nem. Megyek előre, és... De ez olyan titokzatos, most a vállalkozás kapcsán is már egy kicsit áthallással a tényleges témánkhoz, hogy az interjúkban annyit szoktál elmondani, hogy készülsz valamire, de nem tudom már mennyire publikus, én meg interjúztatóként vagy beszélgető pártnerként nem hagyhatom ki azt, hogy megkérdezem, hogy lehet-e már erről valamit tudni. Hát nem lehet sajnos. Aha. Én úgy készültem, hogy erre az interjúra már úgy jövök, hogy erről is beszélgetünk. A kutya fáját. De hát nem fogod elhinni, csúsznak a dolgok, aha. és nem lett minden kész, úgyhogy ahelyett, hogy most előrukkolnék a farbával, ki kell várni sajnos a koratavaszt. Kíváncsiak vagyunk, mert eddig mindig valami jót hozott, amikor megújultál, úgyhogy most kíváncsiak leszünk rá megint. A könyvedben írtad azt, hogy a középszerűség az egy gondolkodásmód, és másrésztről pedig azt is mondtad, hogy miért ne járhatna valaki 70 évesen tornacipőben. Most, hogy bejöttél, megint olyan, amit a skatujából húztak volna ki. Mindened harmóniában van, és egyébként én őszintén szívből gratulálok a könyvedhez is, ahhoz most azért is mondom, mert tartalmilag, másrészt meg azért, mert az az első, ahol olyan nagy publikumra vetítve felvállaltad az új hajszínedet, és szerintem ez fantasztikus, mert mondtad, hogy lehet, hogy még 80 évesen majd visszatérsz egy másik verzióhoz, hogyha már természetazonos lesz a hajfestés, de ez szerintem nagyon rendben van. Tehát ez a középszerűséghez kérlek, hogy csatlakozunk, mert ez a vállalkozói létedre is jellemző, hogy akár a butik
nyitásról is akkor, amikor még ez nem volt divat, hogy mindenki butikos, hanem te akkor indultál, amikor te már ezt úgy érezted az elsők között. Hát igen, szóval ez a középszerűség, ez egy nehéz dolog, mert nagyon sokan középszerűek a körülöttünk lévő emberek közül, és nem akarok senkit megbántani. Én a középszerűséget inkább olyan értelemben kerülöm, és próbálom kikerülni, hogy ne legyen unalmas az élet. Uh-huh. Tehát picit az unalom szinonimájaként használom, csak azért használom inkább a középszerűséget, mert az azért belőlünk fakad. És hogy azon lehet változtatni, azon túl lehet lépni, hogyha ha nyitottabban járunk elünk a világban, mint ahogy az középszerűen egyébként kényelmes lenne tenni, akkor ebből a középszerűségből igenis ki lehet lépni, és akkor megtapasztalhatjuk azt, hogy azért az élet tud izgalmas is lenni. Nem kellene ehhez nagy dolgok, uh-huh. Inkább csak nekünk kell másképp hozzáállni esetleg a világhoz. Magyarország első szupermodelljeként rengeteg helyen találkozhattunk évtizedeken keresztül az arcoddal. Volt esetleg olyan, hogy valaha is megszédített az ismertség vagy a népszerűség? Hát nem. Nem. Szerintem nagyon fontos az, hogy az ember honnan jön, és hogy eresztik el otthonról. és engem valahogy úgy eresztettek el otthonról, hogy mindenfajta munkát és mindenfajta státuszt respektáljak, és ebbe az is beletartozik, hogy a saját státuszomat és a saját munkámat ne értékeljem túl. Úgyhogy nem akarom a saját karrieremet úgymond ezzel kicsinyíteni, mert teljesen elégedett vagyok a karrieremmel, vagy akár többes számban is használhatom a karrierjeimmel, de nem gondolok róla többet, mint ami. És soha nem is gondoltam róla többet, mint ami, 20 éves koromban sem, amikor belecsöppentem ebbe a világba. Most már egy kicsit a vállalkozói énethez egy kérdés, ami egy tőled származó gondolaton keresztül hozom be ide a képbe. Ez úgy hangzik, hogy én sosem gondoltam azt, hogy értek valamihez annyira, hogy azt egyedül csináljam, ugyanakkor motorja tudok lenni a dolgoknak, amelyekhez megkeresem és megtalálom a legjobb embereket. Ezt azért tartom fontosnak, mert ugye te az életed legnagyobb részét a kamerák, a fényképezőgépek keresztüzében töltötted ilyen olyan okokból, akár úgy, hogy szupermodellként, akár később a következő periódusokban. De te hangsúlyozod, és szerintem ez egy nagyon becsülendő dolog, hogy te nem egy one-man show vagy, hanem mögötted mindig van egy aparát, és mindig van egy csapat, és ugye most is majd arra külön szeretnék kitérni, hogy a Gáborral való kapcsolatotok és együttműködésektek szakmailag ez mit indukál, de most az érdekel igazán, hogy te mennyit, tehát hálás lennék azért, hogyha arról beszélném, hogy ez egy vállalkozóknak szóló beszélgetéssorozat, mert csapatjátékról. Mert én azt nagyon respektáltam, amikor mindig kiemeltél konkrét személyeket is, hogy igen, ők nem látszanak a kamerák előtt, de az, hogy mi ideig jutottunk, ebben ők is érintettek. Hát elég régóta forgolódok mindenféle szakmákban, és az a tapasztalatom, hogy semmi nem egy személyes. Még azok a szakmák is, ahol egy személy látszódik ki a képből, azok az emberek mögött is vannak mások, akik vagy mellette, vagy fölötte, vagy alatta a hierarchiában, de teljesen mindegy, részt vesznek az életben. Részt vesznek annak a személynek, a látszó személynek az életében. Én vagyok a látszó személy, de bármit csináltam eddig, és most ezt vegyük a modellkarrieremet. Nem tudtam volna én ilyen sikeres modellkarriert befutni, hogyha nem olyan fotósok, nem olyan divattervezők, nem olyan emberek karolnak úgymond fel, vagy tesznek engem ki a placra, mint akik kitettek, akik ezt megtették. És utána bármit csináltam az életben. Egyébként lehet, hogy vannak olyan szakmák, és lehet, hogy vannak olyan sorsok és olyan karrierek, amik ezt megcáfolják, és ahol a one man show érvényes lehet, de az én életemben nem volt ilyen. Tehát bármit csináltam utána, mindig kellettek azok a segítőtársak, akik által, és persze a saját magamat is beletéve ebbe a package-be,
de akik segítségével én sikeresen tudtam azt a szakmát űzni. Tehát amikor a divat szakmából kikerültem, és üzleteket nyitottam, akkor is kellett mellém egy olyan társ, akit én találtam meg, én választottam, nekem volt hozzá szemem, de az ő kreativitása, az ő tehetsége nélkül nem lett volna olyan sikeres az üzleti vállalkozásom, mint amilyen lett. Hát a filmes szakmáról ne is beszéljünk, az tényleg egy abszolút team munka, és hogyha nem is állandó munkatársakkal dolgozik az ember, persze egy-két ember állandó, minden projekt más és más, és minden projektbe új emberek csatlakoznak be, de azok nélkül, az emberek nélkül, azok nélkül, az energiák nélkül, munka nélkül, tehetség, kreativitás nélkül sehol se lennék, és az állami kitüntetésem se létezne. Ebből az összetett mondatból én, amit a leginkább kiemelnék, az két dolog, az egyik, hogy az alázat, ami sugárzik belőle, a másik pedig, hogy mindig is értettél ahhoz, hogy megtaláld a jó embereket. Kicsit beszéljünk erről, kérlek szépen, hogy mit gondolsz, hogy neked ez egy adottságod, vagy valahogyan fejlesztető, tudsz ehhez adni egy-két instrukciót, hogy mi alapján lehet megtalálni a jó embereket, hogyan találjuk meg a jó embereket, mert szerintem ez kulcskérdés. Szerintem ez kulcskérdés, hogy hogyan találjuk meg, és az első lépcső ehhez a feladathoz, vagy az első feladat ezen az úton, az az önismeret. Tehát először szerintem azzal kell igazán tisztában lennünk, hogy mi az, amit mi tudunk, mi az, amit mi nem tudunk, mi az, amiben esetleg különlegesek vagyunk, mi az, amiben középszerűek vagyunk, mi az, amihez egyáltalán nem értünk, és hogyha van egy reális, tisztességes önértékelésünk, amiben a negatívumokat is és a pozitívumokat is belepakoljuk, és ezeket összevetjük, akkor szerintem ez egy nagyon jó kiinduló pont ahhoz, hogy kiket keresünk. És tulajdonképpen azok az emberek kellenek a sikerünkhöz, a saját karrierünkhöz, akik a mi hiányosságainkat tudják pótolni. Ez nem jelenti azt, hogy ők, akik az én életemben legalábbis, hogy ők, akik velem társultak, ők bármiben alattam lennének csak azért, mert én vagyok a kiválasztó fél. Sőt, van olyan például a modellkarrieremet követő divatszakmai éveimben, ahol az igazi tehetség nem én voltam, hanem a társam volt, Sztrem Ilonka. Csak én voltam az, aki ezt felfedeztem, hogy nekünk kettőnknek össze kell állni. És nem baj az sem, hogyha magunk fölé választunk. Ha mi képesek vagyunk respektálni másokat, mások tehetségét, akkor teljesen mindegy, hogy egyébként a hierarchiában mi hol veszünk ki részt. Ki hol helyezkedik el. Igen. Ezt külön felírtam egyébként, ezt a kérdést, amit mondtad, vagy sokszor hallottam már tőled, hogy mindig feltetted magadnak, hogy mi az, amit én tudok, és mi az, amit nem. Tehát ez az önismerethez kapcsolódik, amit mondtál, hogy mi az, amiben én jó vagyok, mi az, ami az én sikerösszetevőm, kompetenciám lehet egy ilyen együttműködésben, és mi az, amire meg kell találnom a megfelelő embert. Milyen érdekes, hogy onnan tettem fel a kérdést, hogy találjuk meg a megfelelő társakat, és te onnan kezdted, hogy magunkkal kezdjünk. Ez olyan jó nézőpont, hogy nem úgy kell indulnunk először is, hogy keressünk valakit, hanem letisztázni azt, hogy ki vagyok én, miben vagyok jó, és ehhez a másik felemet. Hát igen, mert nem érdemes a saját szerepünkre más szereplőt keresni. De ehhez akkor ketten leszünk. Igen, és akkor esetleg egy kompetencia harc alakulhat ki. Szerintem az nagyon fontos, hogy önmagunkat jól helyezzük el a helyzetben, a szituációban, és akkor jól tudunk választani is. És ez lehet, hogy elméletileg nem is igaz, az is lehet, hogy ezeknek csak így szavaknak tűnnek, de hát, tehát én azért több évtizedes tapasztalatból beszélek, én így működtem, és azt gondolom, hogy jól működtem. Miközben hallgatlak, azért én is asszociáltam néhány ilyen nagyon sikeres barátomra, akik csúcsra juttatták a vállalatukat, és pont ez jutott eszembe, hogy egybehangzóan így visszhangzik az üzenetük a fülemben, hogy találd meg a legjobb embereket, és szerezd meg a legjobb embereket. És azt te annyival egészítetted ki, ami eddig nekem így a hiányzó láncem volt, hogy
nyilvánvalóan nem arra, amiben én jó vagyok, hanem pont a hiányzóra. Tehát én úgy gondolom, hogy ez így kerek, amit most elmondtál. És akkor képzeld el, és akkor még hozzá tudnám azt tenni, hogyha pontosan választasz, jól működsz, akkor még meg is szereted azt az embert, és akkor még van egy plusz faktor a munkádban, hogy esetleg szereted azokat, akikkel együtt dolgozol. Ezt nem mindenki éli meg, de én nagyon sokszor megéltem a munkám során. Hát ha nem éli meg, akkor szerintem ennek az egyik oka az lehet, hogy annyira különböző életszemlélettel rendelkeznek, és akkor ez konfliktus szül, nem? Mert persze, bármi lehet, szóval nagyon sok árnyalata létezik ennek. Inkább csak arra gondolom, hogyha olyat keresek, aki nem olyan, mint én, akkor ott ugye az egy potenciális konfliktus felület, és ha nem hálával tekintek arra, hogy megoldja azt, amit én nem, így kiegészíthetjük egymást, akkor ebből lehet egy szakítás, abszolút, konfliktus, folyamatos övődés. Melyik az a periódusa, így a több évtized, amire te is utaltál, ahol kudarcokat éltél meg? Én örülnék, hogyha erről is mesélnél egy kicsit, mert úgy fogalmaztál, hogy a kudarcokat az ember nem rakja a kirakatba. Tehát ha rád néz az ember, akkor mindig azt látom a social media platformokon is, hogy minden tényleg olyan harmóniában van, és azt tudom, hogy az életednek most vagy a legelégedettebb periódusában, sőt, még úgy is fogalmaztál, hogy 30 évesen sokkal kevésbé voltál elégedett magaddal, meg az életeddel, pedig akkor aztán a csúcson voltál, és mégis most érkeztél meg ide. Tehát 30 és 70 között azért van egy jó pár év. Kíváncsi vagyok arra, hogy mi az, amit kiemelnél, ami így tanulságként hat. Igen, kudarcok nélkül nem lehet megúszni az életet, meg hogyha nem lenne kudarcok, akkor nem is tudnánk kellően értékelni a sikereinket. És nem tudom, hogy most mire gondolsz, hogy a privát életem kudarcaira, vagy maximálisan szakmai kudarcokra. Maximálisan vállalkozóként, igen. Mert a privát életemről nem szeretnék beszélgetni, mert természetesen abban is voltak kudarcok. Ha kétértelmű volt bármikor is a kérdés, akkor elnézést érted, De egy nagyon, nagyon furcsa dolgot fogok mondani, hogy vannak olyan kudarcok is, amik egyáltalán nem látszódnak, sőt, sikernek látszódnak. És például az én utolsó éveim a modell szakmában ilyen volt. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy azért nem hagytam előbb abba a szakmát, egyébként 20 éven keresztül voltam benne, ami egy teljesen abnormálisan hosszú idő. Azért nem hagytam abba, mert ugye mindig kellettem, mindig hívtak, mindig volt munkám, mindig keresett voltam, és nem volt erőm úgymond akkor lelépni, amikor még jól esett, de már ott nagyon azon a határon voltam, hogy de már nehezemre esett. És a még jól esett szakaszban kellett volna abba hagyni. Ehelyett én még egy olyan 5 évet ráhúztam, és a már egyáltalán nem esett jó szakaszban hagytam abba, vagy annak a vége felé. És ezt csak azért emelem ki, ezt a fajta kudarcomat, mert ezt csak én éltem meg kudarcként. Kívülről ebből nem látott senki. Kívülről ebből természetesen semmi sem látszott. Tehát már nagyon nehéz volt megfelelni a saját magam által állított kritériumoknak, ami azt jelenti, hogy persze már öregebb voltam, csúnyább voltam, kövérebb voltam, mindenféle voltam, tehát már egyáltalán nem kellett volna a pályán lennem, de sikeres voltam. Szóval én nekem ez egy kudarcos, és hogy mennyire árnyalt minden, és hogy mennyire furcsa dolgok történnek az életben. Most, hogy visszatértem a modell szakmába, persze ezt idézőjelbe teszem, mert nem ez a főállásom, de mindenféleképpen fogalmazhatok úgy, hogy modell is vagyok, hiszen van érvényes szerződésem, mint modell. Ez viszont már egy egész más dolog. Tehát itt még nem tudom én hány évtizeddel idősebb vagyok, de ez már nem arról szól. Ez már nem a fiatalságról, nem a modelleskedésről szól, hanem ennek van egy olyan üzenete. De jó, hogy egyszerre mondtuk, mert én is ezt érzem benned, hogy ez egy misszió már neked. Igen, hogy van egy olyan üzenete, ami miatt nekem ez nagyon izgalmas, nagyon érdekes, és sikerként élem meg. Tehát ugyanazt a szakmát, ami a fiatalsághoz kötődik, 35-40 éves koromban már abba kellett volna hagynom, mert frusztrált. Besokaltál, nem? Igen, és ugyanaz a szakma most, 70 évesen szórakoztat, és büszke vagyok rá. Sugárzol egyébként, annyira jó tényleg ezt érezni, nem csak a fotókon, hanem így élőben még inkább. Most beszéljünk egy kicsit a sikerről is, és kifejezetten most a szakmai, tehát vállalkozói létedre. Kérdezem, az előbb is erre törekedtem, most is ennél maradnék, hogy mi az, amit így szívesen
rengeteg dolgot a könyv kapcsán, és amikor mondtad, hogy írtad, és akkor jöttek elő a fényképek során, hogy ú, ez is volt, mennyi minden történt. Ha mégis egy ilyen egy-két dolgot emelhetnél ki, amire azt mondod, hogy a legbüszkébb voltál ebből a jó pár évtizedből, mint vállalkozó, akkor melyik lenne az? Minden, amit csináltam, arra büszke vagyok valamilyen szinten. A modelleskedésre azért vagyok büszke, mert nagyon-nagyon sokáig nagyon keresett voltam. Uh-huh. Egy kicsi piacon, egy kis országban tulajdonképpen sztár tudtam lenni, de ezt is időzőjelbe tenném, de mégis megélhettem a maximális sikert abban a szakmában. Az azt követő szakmámban ugye butikokat üzemeltettem, vagy nem csak üzemeltettük a butikokat, hanem gyártottunk is. Ez a 80-as évek, mondjuk, lefedi a 80-as éveket. Arra azért vagyok büszke, mert a semmiből csináltunk valamit. Tehát akkor egy olyan lehetőségek, vagy olyan lehetőség, semmilyen lehetőség nem volt gyakorlatilag. Tényleg csak a kreativitásunkra, a merészségünkre, a bátorságunkra volt minden bízva, és volt belőle elég, legalábbis ahhoz volt elég, hogy sikeres üzleteket működtessünk. Mondom, akkor ez azt jelentette, hogy nem csak árultuk, nem beszereztük saját a világból, kollekciót, hanem saját tervezésű, saját gyártású termékeket árultunk, ami ma nem lenne már olyan nagy teljesítmény, de akkor az volt. Pont ezért ilyen furcsánzik, hogy azt mondjuk, hogy és akkor, na de ez 80-as évek. Ez a 80-as években, és ezt a fiatalok nehezen is fogják megérteni, mert bár annyiból könnyebb volt a helyzet, hogy hiánygazdaság volt, és a hiánygazdaságban... Most kicsit túlkínálat van. Igen, most meg túlkínálat van. Tehát egy teljesen más piaci körülmények között, teljesen más helyzetben kellett érvényesülni, de azt gondolom, hogy nagyon nagy feladatot teljesítettük. Mondjuk a te esetedben ez adta magát, hiszen már önmagában az, hogy ha bement valaki az üzletedbe, és veled találkozott, te szolgáltad, ki te szóltál hozzá, akkor az már önmagában annak volt egy varázsa, azt gondolom. Igen, de tudod, nagyon nem mindegy, hogy az ember mihez adja az arcát, és nagyon fontos volt nekem, ha már én szolgálok ki, ha már én adom magam, akkor az minőség is legyen, igen. Mert a jó imidzset kiépíteni, az szerintem sokkal nehezebb, mint lerombolni. Tehát ahhoz, hogy valakiről egy pozitív kép alakuljon ki, ahhoz évek kellenek, nagyon sok munka kell, ahhoz, hogy hiteles legyen valaki, ahhoz abba azért bele kell tenni azt a munkát, amit minden sikerbe bele kell tenni, de lerombolni le lehet egy pillanat alatt, és nagyon könnyű lerombolni egy ilyet. Például, hogyha mi ott ócskaságokat árultunk volna, akkor lehet, hogy ma nem is lennék itt, mert ugye minden egymásra épül, minden lépés, és minden lépés, amit megteszünk, meg minden lépés, amit nem teszünk meg, számít, tényleg. És nem csak az számít, hanem hogy hogyan tesszük meg ezeket a lépéseket. Tehát mindig arra kell törekedni, hogy a már felépített pozitív imidzset az ember ne rombolja le. És azt hiszem, hogy talán ez sikerült, hogy nem romboltam soha saját magamat, hanem inkább csak mindig építettem. Én ezért is vagyok nagyon kíváncsi, hogy mivel fogsz előrukkolni, mert mindig a prémiumot képviseled, tehát hogyha valamihez hozzányúlsz. Most is olyannal fogok. Biztos vagyok benne, csak tényleg azt reméltem, hogy néztem így a forgatás időpontját, hogy hát ha eljutunk már oda, hogy tudsz erről beszélni, megértettem, igen. Majd akkor kivárjuk. A filmezésig nem jutottunk el, mert megállítottalak, most ugye, amikor a siker szériát elkezdett mesélni, tehát köszönöm, hogyha most ez is 20 éve, hogy az Üvegtigris az 91, tehát pont most 20 éve, az volt az első, amiben producerként. 2000. Mit mondtam? 91-et. Bocsánat. Pont, hogy 20 éve, igen. Tehát jól mondom, tehát 2001, igen. 2001, jó, 20 igen, éve, igen. A második fele a stimmel. Igen, 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 igen. De hogy az is már 20 éve, és hogy azért erről a periódusról is szeretném, hogyha mondanál. Hát látod, a filmes szakmánkban pedig, ezt most már többes számba kell, hogy beszéljek, mert ezt a férjemmel együtt űzzük, abban nagyon-nagyon nagy szerepe van annak, hogy az ember kik mellé társul, és mit vállal be. Most mondok egy nagyon durva példát, mondjuk pornófilmekkel nagyságrendileg sokkal többet lehetnek keresni, mint ártfilmekkel. De
De a pornófilmezéssel mondjuk lejáratnám magam, és minden, amit eddig csináltam, az elveszne, míg egy olyan ártfilmmel, amin lehet, hogy egy fillért nem kerestünk, de sőt, esetleg nekünk került pénzünkbe. Volt ilyen is? Volt ilyen is, persze, sőt, majdnem csak ilyen van. Azzal meg épülök én is. Tehát lehet, hogy nem hoz mondjuk pénzt, de kreditben olyan sokat számít, hogyha nagyon, nagyon megerőszakolnánk a képletet, akkor még talán ki is lehetne számolni, hogy mennyit hoz. Szóval nem mérhető minden pénzben, ugyanakkor talán kreditben meg nagyon sok minden mérhető. De ez belső kredit is, ahogy most fogalmazol, abszolút. Mert ez egy ilyen magaddal való elégültség hát is. Persze, hát meg az sem mindegy, hogy kinek akarok megfelelni. Igen. Tehát ez... piac igényeket szolgált, amikor tömegeket ér el a pornó, így mondjuk, van. És lehetne... vagy egy szűkebb rétegnek így készítesz. Van, lehetne ócska filmeket is csinálni, de az én igényem az, hogy jó filmeket csináljunk. A jó filmeket értékes emberek hozzák létre, az azt jelenti, hogy értékes emberekkel állunk kapcsolatban, és azokkal dolgozunk együtt. Az, hogy az emberben van egy igényesség, van egy kvalitásérzék, az meghatározza azt is, hogy kikkel dolgozik, kikkel barátkozik, kikkel él együtt, tehát nagyon-nagyon sok mindent. Van egy ilyen régi mondás, hogy ahogy csinálsz valamit, úgy csinálsz minden mást. Így van. Ezt most, ahogy mesélsz, ez abszolút. Minden területedre igaz az életednek. Ezt ellopom tőled. Nem az enyém, nem de vidd örömmel, tehát hogy csak, hogy én is emlékeztetem magam, legyen szó bármiről, hogy veted be az ágyadat, hogy hogyan kommunikálsz a többi emberrel. Én akkor szoktam magam emlékeztetni, hogy ahogy csinálsz valamit, úgy csinálsz minden mást, hogy gyakorlatilag ez így holisztikusan. Ez nagyon igaz. Behoztad a képbe a férjedet, akivel most már 3 évtizede vagytok együtt, ha jól számoltam, most már figyelek így, mert akkor az a 91. Mert ez a két dolog volt a fejemben. Igen, ezt jól számoltad. Köszönöm, végre valamit. Szóval, hogy imádom, olyan szépen beszélsz a férjedről. És én arra vagyok kíváncsi, hogy nyomokban ilyen jeleket, nyomokban pisztáciát is magyarul tartam, az úgy ellejtettél, hogy azért nyilván voltak konfliktusok, mert hogy ti... Hát utoljára tegnap este. Inkább most én továbbra is a szakmai résznél maradnék, igen, jó. Hogy amiatt volt tegnap este, és akkor beszélj róla, ha lehet, csak azért mondom, hogy magánéletet én abszolút nem akarom sem nálad, sem ide behozni senkinél, hanem arra vagyok kíváncsi, hogy azért nagyon vékony jég szerintem, hogy egy pár a hivatás terén is ugyanazt képviseli, tehát hogy ti együtt működtök, most már megint csak évtizedek óta, hogy ez egy kicsit ilyen mumus szerintem, hogyha valaki van, iskolák csatája megint. Soha ne csinálj olyat, hogy együtt vállalkozol a pároddal. Erre itt vagytok ti, akik csodaszámba menően tényleg gyönyörű produktumokat tesztek le. Hogy van ez köztetek? Hogy van ez? Mit gondolsz te erről? Ez valahogy szépen lassan így alakult ki. Tehát nem így indult. Én is azt gondolom, hogy megvannak a veszélyei az együtt dolgozásnak, és megvan annak a veszélye, hogy az ember abnormálisan sok időt tölt, konkrétan nem bízzon 4 órát ugyanazzal az emberrel, de a mi esetünkben annyira jól kiegészítjük egymást, és annyira ugyanabban találjuk meg az örömünket, hogy a mi esetünkben ez működik. De hát tudod, nincsenek receptek, szóval az életben ennek az ellenkezője is igaz lehetne, hogy teljesen más csinál ő, és más én, és másban találjuk meg a sikert, és más érdekel bennünket, és mégis jól vagyunk, és mégis szeretjük egymást, és mégis létezik a kémia. Szóval erre nincs szerintem recept, erre csak azt tudom mondani, hogy a mi esetünkben ez nagyon-nagyon jól működik. Ráadásul kicsit más a szerepünk magában a folyamatban. Ő a szakmaiságot képviseli, tehát ő az, aki az egyetemi évei óta filmgyártól kezdve mindig valamilyen filmmel kapcsolatos szakmában vagy területen dolgozott. Én meg ugye belecsöppentem autodidakta módon, tanulom azóta is a szakmát, tehát én nélküle, ezt mindig el szoktam mondani, hogy én nélküle nem tudnék filmet csinálni, de ő nélkülem tudna, és nagyon rendes, hogy nem csinál nélkülem filmet. Szeretem, hogy beszélsz róla. Egy olyan kifejezést használta, hogy kémia. Ezt ugye kettőtök viszonyának vonatkozásában hoztad szóba. Én mégis visszakérdezek, amikor arról volt szó, hogy megtalálni a megfelelő embereket.
Ott is kell. Emiatt kérdezem. Mm-hmm. Tehát, hogy a kémiát a sokan félreértik, hogy szexualitás, vagy bármi más, de ez abszolút nem, hanem inkább arra gondolok, hogy mennyire érzem azt, hogy én akarok azzal az emberrel bármit is alkotni. Szerintem nagyon fontos. Szerintem az, hogy például, hogy szeressek vele egy térben lenni, hogy szeressek vele egy dolgot csinálni, hogy most ezt nem a férjemre értem, és nem a privát életemre, hanem a munkatársakra, hogy ne zavarjon, hogy ne irritáljon, hogy most nem akarok nagy szavakat használni, tehát nem kell feltétlenül szeretnem azt a szemét, mert az embernek nincs akkora szeretet kapacitása, hogy mindenkit szerethessen, de hogy szeressen vele lenni, hogy jól érezze magát a társaságában, az nagyon-nagyon fontos, hogy respektálja. Az szerintem elengedhetetlen. Lehet, hogy talál az ember egy iszonyatosan tehetséges és nagyon, nagyon produktív valakit, de ha nincs meg a kémia, ha nem érzem vele jól magam, akkor szerintem csak a cél érdekében nem érdemes. Szóval nagyon összetett dolog ez, hogy miknek kell összeállnia ahhoz, hogy tényleg jól érezze magát az ember, nem csak a privát életében, hanem a hivatalos életében is. Na, akkor most behozok még két dolgot, az egyik ezek közül a véletlen lesz, mert hogy a felvezetőmben ugye beszéltem arról, hogy véletlenül kerültél be a modell szakmába, vagy ilyen értelemben ugye a találkozás, a nagy találkozás annak idején. Te mit gondolsz a véletlenről? Hogy a véletlenek természetesen léteznek, de a véletlenek önmagukban nem élnek meg, és önmagukban semmit nem jelentenek, és semmit nem érnek. Uh-huh. A véletlenek akkor érnek valamit, hogyha mi felismerjük annak a lényegét, vagy annak a jelentőségét, és megragadjuk a véletlent, és a véletlent úgymond átalakítjuk már nem véletlenné, hanem szándékká, vagy szándékos történetté. Tehát ez most engem is nagyon sok véletlen ért az életben, de azokkal a véletlenekkel kellett élni, illetve voltak olyan véletlenek, amiket pedig ki kellett hagyni ahhoz, hogy ma itt tartsak. Most például ugye úgy indult a szakmám 18 éves koromban, hogy kaptam egy külföldi megkeresést, illetve egy, nem írtam alá a szerződést, hál' Istennek, de egy szerződés ajánlatot. És mondjuk az is egy véletlen volt, mert valahol megláttak Madridban egy ügynökség, és megtetszettem nekik. De nem éltem azzal a véletlennel, mert nem akartam diszidálni. Uh-huh. Tehát, hogy a véletlenekkel is, szóval végül is a véletlenek, hogy befolyásoljuk az életünket, azok rajtunk múlnak, az mi döntéseinken múlnak. Tovább komplikálom a helyzetet azzal, hogy behozom a szerencsét is, mert hogy a véletlen, egyébként a kvantumfizikusok azt mondják, és én ezért csináltam így a felvezető majd, és neked is vagy a nézőknek feltűnt, hogy véletlenül kerültél be Rócsi Klárához, mert én nem hiszek a véletlenben. A kvantumfizikusok azt mondják, hogy a véletlen az csak annyi, hogy a mi nézőpontunkból nem értjük valaminek az összefüggéseit, de egy nagyobb nézőpontból az a helyére kerül. Mert a te életedben én azt látom, hogy sokan azt mondják, hogy szerencséje volt, mert jól nézett ki, mert jókor volt jó helyen. Ezt annyiszor halljuk szerintem így vállalkozói sikerek láttán. És amit te elmondtál, hogy a véletlen önmagában nem él meg, ez annyira tetszik ez a mondat, mert én úgy szoktam fogalmazni, majd kíváncsi ezek a te nézőpontodra és a szerencse kapcsán, hogy a szerencse az nem más, mint a felkészültség találkozása a lehetőséggel. Tehát, hogy amikor azt mondom, hogy te jókor voltál, jó helyen, ez nagyon fontos. De hogy te ezt megragadtad, ezt a lehetőséget. Vagy épp elengedted, mert ez lesz majd a másik, ami a szerencséhez kapcsolat, hogy ki tudja, hogy Pataki Ági hova került volna, ha te aláírod annak idején, és diszidálsz azt a szerződést, de itt maradtál. És milyen jó, hogy itt maradtál. Persze, szóval a saját sorsunkat azért, most vannak teljesen extrém esetek, amikor valaki annyira társadalom perifériáján van, hogy gyakorlatilag olyan megélhetési gondjai vannak, hogy tényleg nem ura önmagának, nem ura a helyzetnek, és saját hibáján kívül nem az. De most nem erről, hanem arról az esetről beszélünk, amikor viszont saját felelősségünk is, és nagy részben a saját felelősségünk is, hogy
hogy honnan, hova jutunk el. Hogyha egyáltalán szerencséről beszélhetünk az életben, akkor ilyen szerencsének mondjuk azt találom, hogy olyan családba születtem, ahova, vagy amilyen. Érted? Mert az az egy, talán az az egy, amiről nem tehetünk, hogy hova születünk, és én nagyon szerencsés vagyok ilyen szempontból, de hogyha már a családnál tartunk, akkor hogy én ma erről így beszélek, és ilyen hálás vagyok a családomnak, abban, ahhoz én is hozzáadtam. Tehát az, hogy én a bátyámmal, a testvéremmel iszonyatosan jó viszonyban vagyok, az azért történik, mert mind a ketten képesek vagyunk értékelni azt, amit hoztunk otthonról, és amit kaptunk otthonról. Nagyon-nagyon sok családban történik az meg, hogy jó családba születik valaki, és mégis mondjuk a testvérek nincsenek beszélve viszonylag különböző okok miatt. Mert ők maguk nem mérték fel, hogy milyen hihetetlen szerencséjük volt, és nem ragadták meg a szerencsét. Szóval én a szerencsében csak ennyire hiszek, hogy vannak lehetőségek, hogy például ilyen családba születtem, vagy vannak lehetőségek, hogy a Rócsil Klári néninek megtetszettem, de ezekkel a lehetőségekkel én éltem. Tehát én nem gondolom azt, hogy bármi, ami az életemben fontos volt, vagy amit sikernek mondható, ahhoz csak a szerencse kellett volna, és ahhoz nekem ne lenne közöm. Ezek szerintem nagyon erősen kapcsolódnak a vállalkozásra is, hogyha adoptáljuk ezeket a példákat, mert ott is azt gondolom, hogy van egy kínai írásjel, nem tudom, hogy ismered, ez a Weiji, ez ami két dolgot jelent egyben, a lehetőség és veszély. És hogy mondják, hogy ahol a veszély, ott a lehetőség. És hogy ha megnézzük, akkor megint csak arról van szó, hogy te tudtad, mikor érdemes váltani, tudtad, mikor, most azt elmondtad a modellkedésnél, hogy ott egy kicsit érzésed szerint tovább vitted, mint ami belülről kikült, de mégis lett belőle úgy, hogy sikerként gondolsz rá. Tehát most a utolsó fogalom, amit behozok ide, és én nagyon remélem, hogy mindenki így elmereng, és a vállalkozásához kapcsolja ezeket, az intuíció. Ti nők sokkal erősebbek vagytok ebben eredendően, és én veled kapcsolatban még inkább úgy érzem, hogy ez neked egy ilyen nagyon nagy erősséged. És amikor arról beszéltünk, hogy mondjuk jó emberek megtalálása, elvittük a kémia irányába, hogy érzed-e, akkor behoznám még ide egy még mélyebb értelmet ilyen szempontból, hogy az intuíció, hogy volt-e olyan mondjuk akár munkatárs kiválasztásnál, válaszútnál, ahol te erre határozottan emlékszel, hogy ott bár a racionalitás teljesen más diktált, és sokkal több nulla lehetett volna a végén, de te mégis úgy döntöttél belső érzés agyatkodó, most nem csak az értékrend, tehát az a prémium, amit magad kapcsolatban azt mondod, hogy erről már beszéltünk, hanem az érdekel, hogy amikor egy ilyen belső érzés dolgozott benned, és utólag bebizonyosodott, vagy épp elengedtél egy olyat, az intuíciót súgta, hogy az kellett volna azt az utat, és utólag úgy érezted. Érdekes, szóval én nem így fogalmaznék, hogy intuíció. Mm-hmm. Nekem ez egy összetettebb kérdés, olyan értelemben, hogy inkább mondanám azt, hogy nyitottság, rugalmasság, bátorság nélkül nem tud az ember építkezni. És akkor most a bátorsághoz még zárójelbe oda tenném, hogy persze óvatosság is. Ami ellentét úgy hangzik, mintha az ellentétje lenne. Hát igen, mert ha megfontoltság nincsen, akkor de, sokba kerülhet. De nem az, hanem ebből is, hogy mennyi van egy-egy, az arányok milyenek egy-egy döntésünkben. Tehát én azt gondolom, hogy igen, az intuíció is kell, de az csak az egyik pontja. Uh-huh. És akkor még ezeket, amiket az előbb mondtam, ezeket felsorolnám mellé. Tehát csak intuíció alapján azt hiszem, hogy még nem döntöttem soha. Uh-huh. Inkább, ha volt egy, az intuíció lehet egy elsődleges dolog, de erre rá kell épülnie még egy pár faktornak. Uh-huh. És ez a nyitottság, rugalmasság, és például az, hogy valaki mer lépni, mer valamit elhagyni, ami már unalmas, ami már érdektelen számára, és mer egy új felé nyitni, az nem azt jelenti, hogy egyik napról a másikra kell ezeket és esztelenül megtenni ezeket a lépéseket, mert akkor bátrak vagyunk, uh-huh. hanem kell hozzá az a pici óvatosság is, amivel kontrolláljuk ezt a bátorságot. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy akkor csináljuk jól, vagy akkor van a legnagyobb szanszunk arra, hogy sikeres vállalkozásokat fogunk csinálni, hogyha nagyon-nagyon sok mindent vettünk össze, és ezen tényleg alaposan és őszintén elgondolkodunk.
És az sem baj, hogy a szakemberhez fordulunk. Mert vannak kérdések, amiket lehet, hogy mi nem tudunk megválaszolni, de ma már a 21. században annyi mindenhez értenek mások jobban, és annyira sok minden áll rendelkezésünkre, például információ is, amivel lehet, hogy mi nem rendelkezünk, de egy szakember igen. Hogy és teljesen más nézőpontot hoz. És teljesen más nézőpontot hoz be. Persze a döntéseket nekünk kell meghozni, de a döntésekre való felkészüléshez szerintem érdemes, ha nem vagyunk elég tájékozottak, akkor érdemes szakembereket is bevonni. A zárójátékom az arról szól, hogyha benne vagy, hogy én egy fiatal vállalkozó vagyok, most tervezem elkezdeni bontogatni a szárnyaimat, és megkereslek téged, és te megtisztelsz az, hogy elfogadod egy kávéra való meghívásomat, és arra kérlek, hogy adj nekem egy útravalót az élethez, mint vállalkozó, fontos, tehát hogy nem a magánéletet akarom érinteni, hanem hogy mire figyeljek oda, mik azok az eszenciája ennek az eddigi életútnak, mert ugye még most megint csak ambíciózus terveid vannak, de az alapján az elmúlt 4-5 évtized alapján mit adnál nekem útravalónak, mint kezdő vállalkozó, aki lelkes, csillogó szemű, és éppen bátorság az bőven van, de ennél, ahogy beszéltünk is erről, és említetted az imént, is sokkal többre van szükség. Hát erre azt tudom mondani, hogy amikor megírtam a könyvemet, és bementünk a Libribe, hogy akkor mi legyen a címe, kérdezték tőlem, fogalmam sem volt, hogy mi legyen a címe. Mert kész volt a könyv, és még nem volt meg a címe. Nem volt meg a címe, és ők adtak egy címet, ezt, hogy nyitottan a világra, ezt a címet ők adták. És én ennek iszonyatosan örülök így visszamenőleg, mert ez azt jelenti, hogy a könyvem ezt sugallta számukra, hogy én ezt az elvet követem. De ez nagyon stimmel hozzád. Na igen, és hogyha most Ez a válaszom a kérdésedre, hogy nyitottan a világra. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy nem mindig önmagunkból induljunk ki, mondom, függetlenül attól, hogy természetesen a döntéseket nekünk kell meghozni, és olyan helyzetet kell teremteni egyébként a privát életben is, meg az üzleti életben is, hogy abban a pozícióban legyünk, hogy a döntéseket, azokat a döntéseket, ami a mi életünket befolyásolja, vagy meghatározza, azokat mi is hozhassuk meg, mert nagyon sokszor nem ez fordul elő, hanem hogy kiszolgáltatottak az emberek. Szóval, hogy a mellékmondatot bezárjam, hogy nyitottan a világra. És hogyha nyitottak vagyunk, és nyitottak vagyunk mindenre, akkor szerintem sokkal nagyobb a szansz, hogy jó döntéseket hozunk. Imádtam a veled való találkozást és beszélgetést, nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy meghívtál. Nektek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmeteket, ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára, köszönjük a figyelmeteket, a jövő héten is várunk titeket, még egyszer köszönjük, hogy itt voltatok, és még egyszer köszönöm, Ágnes, hogy eljöttél.